Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Tihanyi félszigetről, a tanösvényről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Tihanyban, a tanösvényen, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek a Tihanyi félszigeten. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek a Tihanyi félszigeten, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most. És akkor én pillanatokon belül fogom is folytatni a mai kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arrafelé van a hálóeresztő, tehát arrafelé van a hálóeresztő, illetve az aranyház gejzírkupis arrafelé van, és én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban én nem arra felé fogom folytatni a túrámat, hanem szépen fordulok is egy 180 fokot, és haladok tovább itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Szép ez a kis tisztás itten, és akkor én folytatom is tovább a mai kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Valójában ez tényleg egy kis túra csak ezen a csütörtöki napon, így a szabadságom első napján. És akkor én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tartsatok velem. És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább, itt a tanösvényen tulajdonképpen, mert most éppen a tanösvényen vagyok. Hát a mai napon ugye már elég sok túraútvonalat érintettem itt a Tihanyi félszigeten. Természetesen nem az összeset, de elég sokat már érintettem. És akkor itt van ugye a jelöletlen út, amiről már beszéltem a ezt megelőző videómban. Ugye ha most elindulnánk arra felé, tehát elindulnánk arra felé ezen a jelöletlen úton, akkor vissza tudnánk sétálni egészen a Tölgyes kupig, amit ugye az ezt megelőző videómban meg is mutattam, hogy hogy néz ki a Tölgyes kup. Tehát ha most ezen az úton elindulnánk abba az irányba, akkor vissza tudnánk sétálni egészen a Tölgyes kupig. Na de nem fogok visszasétálni, amúgy arra felé van a Tölgyes kup, ezen a jelöletlen úton, és akkor ugye így néz ki a környezet, tehát így néz ki a környezet. Én ugye abból az irányból jövök, arra felé van a hálóeresztő, tehát abból az irányból jövök, abba az irányból van a hálóeresztő, és akkor ugye így néz ki maga a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor én bizony folytatom tovább a túrámat, itt a Tihanyi félszigeten, nem arra, hanem fordulok tovább,
Tehát szépen fordulok tovább, hogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem, és akkor én már haladok is tovább, tehát szépen haladok tovább itt a tanösvényen, ami egyébként egy 14 km hosszú tanösvény, itt a Tihanyi félszigeten, ezt bárkinek ajánlom figyelmébe, ezt a tanösvényt, hogy jöjjön el ide Tihanyba, és járja be, 14 km, 20 állomás, tehát 20 állomás van a 14 kilométeres tanösvényen. Érdemes végigjárni, mert tényleg érdemes végigjárni, az év bármelyik szakában, tehát az év bármelyik szakában érdemes végigjárni, mert ugye minden évszakban ugye más arcát mutatja ugye a Tihanyi félsziget is természetesen. Ugye ilyenkor tavasszal van ugye a legszebbik arca, mert tényleg ilyenkor a Tihanyi félsziget ilyenkor tavasszal a legszebb a tapasztalataim alapján, hiszen már az elmúlt 6 évben rengetegszer megfordultam itt Tihanyban, és ugye tudom viszonyítani a dolgokat, hiszen ugye én minden évszakban járok itt Tihanyban tulajdonképpen, és a tavasz az a szak, tehát a tavasz az az évszak, amit a Tihanyi félszigeten tulajdonképpen a legszebb. De szerintem nem csak itt a Tihanyi félszigeten, hanem úgy ámblok mindenhol. És akkor természetesen én haladok tovább ezen a csütörtöki napon, itt Tihanyi félszigeten, tanösvényen. Ugye ezen a mai napon ugye én már szabadságon vagyok, a mai naptól kezdve. Ugye a tegnapi napon még természetesen én is dolgoztam, de a mai naptól kezdve ugye szabadságon vagyok, és majd legközelebb majd csak hétfőn fogok dolgozni, az meg még odébb van. Na, gyerekek, és akkor szépen haladok tovább itt a tanösvényen, és lassacskán majd visszaérkezek a belső tóhoz tulajdonképpen, mert tényleg majd lassacskán visszaérkezek a belső tóhoz, hiszen a mai kis túrámat ugye konkrétan a belső tó partjáról indítottam el, még a reggel folyamán, most már ugye benne vagyunk a délutánba tulajdonképpen, mert ugye már valójában délutánban, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában látható, hogy mikor is készült ez az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó. És akkor haladok tovább itt a tanösvényen, ami egyébként Tihanynak a leges-leghosszabb túraösvénye tulajdonképpen, mert tényleg ez a tanösvény a leghosszabb, itt a Tihanyi félszigeten, 14 kilométer, értitek, 14 kilométer hosszú ez a tanösvény itt a Tihanyi félszigeten. És ezt érdemes bejárni bármikor az év bármelyik szakában, mert tényleg érdemes bejárni, hiszen fantasztikus kis tanösvény ez. Én már csak tudom, hiszen már jó párszor bejártam én ezt a tanösvényt. Igaz, egy nap alatt még egyszer se jártam be ezt a 14 kilométert, mert tényleg egy nap alatt még egyszer se jártam be, de amúgy ez egy egynapos túra, ez a tanösvény, hiszen 14 kilométerről beszélünk, ezt simán lehet mondani, hogy egynapos túra, hogyha az ember kényelmesen akar végig haladni, és nem pedig kapkodva, sietve, mert annak aztán túl sok értelme nincs. Az ember vagy, ha jön túrázni, akkor szépen, nyugodtan túrázzon, ne pedig szaladjon, mert annak aztán tényleg semmi értelme nincsen. És akkor vissza ki is érkezünk hamarosan a belső tóhoz, és itt majd balra kell majd kanyarodni. Tehát itt majd mindjárt balra kell kanyarodni, mert már amúgy itt van a belső tó. Hát ja, vissza kiérkezek tulajdonképpen a belső tó partjához. És akkor fúj a szél ugye itt kint a nyílt területen. Tehát fúj a szél is természetesen. És akkor mutatok néktek egy kis Tihanyi panorámát, ha még nem mutattam volna a mai napon. De akkor most mutatok, de szerintem már mutattam jócskán,
mai napon Tihanyi panorámát. Tessék, lássék, ugye itt van maga a Tihany, tehát ott van maga Tihanya falu, tehát maga a falu az ott van, tehát maga a falu az ott látható, és ez pedig ugye itt már a belső tónak a partja tulajdonképpen, tehát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki a környezet. Ott van szemben a kis erdőtető, tehát az ott szemben a kis erdőtető, amit már a mai napon már jó párszor megmutattam, és akkor így néz ki a környezet, ahogy láthatjátok ezen a felvételen. Tehát maga a környezet az így néz ki, tehát így néz ki maga a környezet. Ugye ott van a Apáthegy, tetején a őrtorony kilátóval, tehát ugye ott van az Apáthegy, tetején az őrtorony kilátóval, és így néz ki itt a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ugye ott van a kiserdőtető, ugye az ott a kiserdőtető, ami ott látható. Ha egy kicsit tovább fordulok, az ott az Óvárhegy, tehát az ott az Óvárhegy, annak a tetején volt a középkorban egy földvár, aminek a sáncait a máig napig meg lehet lelni, tehát a földvárnak a sáncait máig napig fel lehet lelni, ott fönt a óvártetőn, mert az ott ugye az óvártető, és ugye a középkorban ott az óvárhegy tetején volt egy földvár tulajdonképpen, a sáncai még a mai napig is láthatóak, és akkor így néz ki maga a környezet, ugye ott szembe természetesen Tihany, tehát az ugye ott szembe természetesen Tihany, és íme ez pedig itt ugye már a belső tónak a partja tulajdonképpen. És akkor folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Akkor vissza kijövünk ide az útra. Amúgy, ha itt most elkanyarodnánk balra, tehát itt most elindulnánk arrafelé is vissza tudnánk gyalogolni a belső tóhoz, tehát arrafelé is vissza tudnánk gyalogolni a belső tóhoz, hogy arrafelé van Tihany, tehát abban az irányban van Tihany, és ugye így néz ki itt a táj, tehát így néz ki itt a táj, íme, tehát így néz ki a táj, hogy láthassátok ezen a felvételen, ugye kis erdőtető, és folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én arrafelé haladok a továbbiakban, tehát errefelé folytatom a túrámat, tehát szépen errefelé haladok, és ugye az imént konkrétan abból az irányból jöttem, tehát abból az irányból jöttem az imént, tehát onnan jöttem, arrafelé van az aranyház, illetve a hálófogó, tehát aranyház, hálófogó, az konkrétan arrafelé van. Hálóeresztő, ezt mindig eltéveztem. Tehát aranyház, hálóeresztő, az konkrétan arrafelé van. Tehát abban az irányban van a hálóeresztő. És akkor folytatom tovább a túrámat, méghozzá itt a tanösvényen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én haladok is tovább, hogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom is tovább a túrázást itt a Tihanyi félszigeten, és már délután 13:30 van amúgy, jó eltelt az idő, mert tényleg baromi jó eltelt az idő, hiszen már ugye délután 13:30 van konkrétan, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában. Amúgy a mai napon ugye csütörtök van, hétköznap, ami meg is látszik itt a Tihanyi félszigeten, mert ilyenkor nincs annyi túrázó, mint hétvégenként, ezért jó ide hétköznap jönni. Általában, hogyha túrázni jövök ide Tihanyba, főleg úgy, hogy közben videózni is szeretnénk, akkor mindig hétköznap jövök, mert itt hétvégén itt rengeteg ember van, rengeteg túrázó van a hétvégén,
és ugye akkor nem úgy lehet videózni, mint ilyenkor. Ilyenkor azért jóval kevesebb túrázó van itt. Jó, hát a mai napon már találkoztam egy túrázó csapattal, nem is olyan nagyon régen. Mai napon már találkoztam egy túrázós csapattal, csupa nyugdíjasokból állt egyébként az a túrázós csapat. Ez is azért érdekes, hogy a nyugdíjasok, illetve az idősebbek azok, akik túráznak konkrétan. Jó, hogy hétköznap érthető, mert ugye hétköznap ugye a fiatalabbaknak ugye iskola van, meg ugye dolgoznak is, én is dolgoznánk, ha éppen most nem szabadságon lennénk, ugye én most éppen szabadságon vagyok a mai naptól kezdve, és majd csak hétfőn fogok dolgozni. Tehát ugye azt akartam kihozni ebből az egészből, hogy ugye nyilván ugye hétköznap nem érnek rá itt az emberek túrázni, kivéve ugye a nyugdíjas korosztályt, mert ugye ők ráérnek, hiszen már ők nyugdíjasok, ők ilyenkor hétköznap is túráznak itten. Hétvégén szoktak inkább itt fiatalabbak túrázni, mert akkor nincs iskola, sem munka, mert hétvége ugye az egy teljesen más kategória. És akkor itt megint itt vagyunk a Balatonbike 365-nek a egyik hálózatán, útvonalán, méghozzá 244-esen, de ugye ezt már a mai napon már elmondtam egy videóban, az valamelyik ezt megelőző videómban volt, és akkor haladunk itt a kiserdőtető felé, mert szépen haladok itt ugye a kiserdőtető irányába. Hát a mai napon nyilván nem fogok fölmászni a kiserdőtetőre, tehát a mai napon nyilván nem fogok oda fölmászni, ám bár beleférne az időmbe, mert beleférne, hogy fölmásszak a kiserdőtetőre, mert beleférne az időmbe, de ugye a mai napon, ha jól számolom, ez már a hatodik videóm, tehát ez már a hatodik videó ezen a mai napon. Hát meglátom, de szerintem ma már több videót nem fogok csinálni, több mint valószínű. És akkor itt kinézünk oldalra, megmutatom nektek itt a kilátást konkrétan, tehát szépen bejövök ide, mert közben jönnek szemből is, hogy le is húzódok ide, és akkor íme így néz ki itt a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet, hogy látható ezen a felvételen. Ugye ott van szemben Tihany, ugye ott van Tihany maga a település, és így néz ki itt a környezet, hogy látható ezen a felvételen. Hát íme így néz ki, hogy láthassátok ezen a felvételen, így néz ki maga a táj. Most, hogy már jó alaposan megmutattam nektek, hogy hogy is néz ki itt a táj, folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen!
vissza kijövünk ide a tanösvényre. Én ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és akkor egy kis visszakitekintés oldalra, vagyis jobbra, tehát így néz ki a táj, ezt már jó alaposan megmutattam, és akkor folytatom tovább a túrámat itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok tovább arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. És akkor én már haladok is tovább, tehát szépen folytatom tovább a mai kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten, és lassacskán majd ténylegesen is visszaérkezek a belső tóhoz, mert lassacskán ténylegesen is vissza fogok érkezni a belső tó partjához, ahonnan tulajdonképpen a mai kis túrámat indítottam ezen a mai napon. Valójában majd, hogy nem ugyanoda fogok visszatérni, mert majd, hogy nem ugyanoda térek majd vissza, de azért nem egészen. A lényeg az, hogy a belső tó partjánál fogom majd lezárni ezt az újabb kis túrámat ezen a csütörtöki napon, ami valószínű, hogy ebben a videóban lesz még, több mint valószínű, hogy ez majd ebben a videóban lesz. De a mai napon szerintem ez lesz az utolsó videóm, ezen a csütörtöki napon, és majd innen szépen vissza megindulok Balatonfüredre, busszal természetesen, hiszen busszal jöttem ide Balatonfüredről. Balatonfüredre meg ugye szintén busszal érkeztem, Veszprémből, és majd innen szépen vissza libbenek Balatonfüredre, majd azután pedig majd Veszprémbe természetesen, és majd elkezdem szerintem föltölteni ezeket a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videókat, amiket ezúttal itt rögzítettem a Tihanyi félszigeten. És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát szépen folytatom tovább a mai kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Hát valójában már a túrámnak, a mai kis túrámnak a vége felé járok, mert tényleg a mai kis túrámnak már tulajdonképpen a vége felé járok. És ugye itt van a Balatonbike 365-nek is a kijelölt kerékpáros túraútvonala, amit ugye a mai napon már mutattam. A mai napon már mutattam ezt a táblát, ha nem is ezt, de egy másikat igen. Tehát itt van. Tehát itt van ugye a Balatonbike 365-nek a 244-es számú kerékpáros túraútvonala. Itt halad a Tihanyi félszigeten. Valójában az egész Tihanyi félszigetet bejárja ez a Balatonbike 244-es számú kerékpáros túraútvonal. Ugye ez a Balatonbike 365-nek a hálózatához tartozik, ugye ami a Balaton mindkét partján jelen van, mint egy 1000 km hosszú kerékpáros túraútvonal hálózat, ugye ez a Balatonbike 365. Aki esetleg erről bővebb információt szeretne, erről a Balatonbike 365-ről, meg térképet, részletes térképet, tudjátok, a neten megtalálható, tehát beütitek a keresőbe, hogy Balatonbike 365, és akkor ki fogja dobni a információt, illetve a térképeket is, hogyha ezt ütitek be, és akkor kaptok bővebb információt erről a Balatonbike 365-nek a kerékpáros túraútvonal hálózatáról, ami mintegy 1000 km hosszú, a Balaton mindkét partján, tehát a neten megtaláljátok, a keresőbe úgy írjátok be, hogy Balatonbike 365, és akkor ki fogja dobni nektek a részletes információt, illetve a térképet is magáról a hálózatról. És akkor természetesen hamarosan folytatom tovább a túrámat,
természetesen nem ezen a Balatonbike 365-ös hálózaton. Amúgy vannak olyan videók a csatornán, amikor ennek a Balatonbike 365-nek bizonyos hálózat, bizonyos útvonalait járom be itt a Balaton északi partján, tehát vannak olyan videók a csatornán, de ez most nem az a videó, de a lényeg az, hogy ha bővebb információt szeretnétek tudni erről az egészről, hogy mi is ez a Balatonbike 365, akkor a neten megtaláljátok a keresőbe, írjátok be, hogy Balatonbike 365, és akkor megkapjátok a részletes információt, illetve térképet az egész hálózatról. És akkor én folytatom tovább a túrámat itt a Tihanyi félszigeten. És akkor én természetesen haladok is tovább, tehát szépen folytatom tovább a mai kis túrámat, ami lassacskán már a végéhez érkezik, mert tényleg már lassacskán a végéhez érkezik a mai kis túrám. Végül is egy jót túráztam ezen a csütörtöki napon, itt a Tihanyi félszigeten. Nézzétek meg a ezt megelőző videókat, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. A szélzai pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk. Az erdőben ugye ez nem volt észlelhető, hogy fúj a szél, de azért itt kint a síkon azért már érezhető, ahol nincs erdő, hogy igenis fúj a szél, méghozzá északi irányból fúj a szél konkrétan, mert tényleg északi szél fúj, gyerekek. Jó, mondjuk nem hideg, mert nem hideg, csak kellemetlen, főleg így, amikor az ember videózik, hogy itt a szélzaj valójából beleszól rendesen a videóba, hogy nincs ezen a szélfogó, ezen a mikrofonon, mert a kamerának a saját mikrofonján nincsen szélfogó, így ez nyilván bele is hallatszik, hogy fúj a szél. Na, gyerekek, és akkor haladunk tovább. És ahogy mondottam, lassacskán a mai kis túrám a végéhez érkezik, mert tényleg lassacskán a végéhez érkezik a mai kis túrám, hiszen vissza is érkeztem a belső tóhoz tulajdonképpen, mert tényleg visszaérkeztem ide a belső tóhoz. Mindjárt mutatok is nektek valami eszméletlen szép panorámát is. Jó, a mai napon már jó pár panorámát mutattam már itt a Tihanyi félszigeten, főleg az első videókban, amikor ugye magaslatakon voltam. Hát most is mutatok nektek némi tájat, ha már úgyis itt kóvájgok. Ezt nézzétek, ott van szemben ugye Tihany, tehát ott van szemben maga Tihany, ahogy látható ezen a felvételen, és így néz ki a környezet, ahogy azt láthatjátok ezen a felvételen, tehát maga a környezet az így néz ki, tehát íme így néz ki a környezet, ahogy láthatjátok ezen a felvételen. Ugye én abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és így néz ki maga a környezet, íme. Tehát így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát maga a környezet az úgy néz ki. Ugye ott van az Apáthegy, tehát ott van az Apáthegy, a tetején a őrtorony kilátóval. Ha egy kicsit visszább fordulok, tehát egy kicsit visszább fordulok, ott lesz a csúcshegy, igen, tehát ott van a csúcshegy, ami egyébként Tihanynak a legmagasabb pontja, tehát az ott ugye a csúcshegy, tehát az ott ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, maga a csúcshegy, és ugye ott van az Apáthegy is, tehát ugye ott van az Apáthegy tetején a őrtorony kilátóval, és akkor így néz ki itt a táj. Ugye abba az irányba van észak, tehát arra van észak, onnan fúj a szél, és akkor így néz ki a táj, íme, tehát így néz ki. És ott pedig ugye Tihany a háttérben,
ott pedig Tihany látható természetesen, maga a település, tehát ott van ugye Tihany, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és ez a tó, ami itt látható Tihany előtt, ez nem más, mint a belső tó, ugye ez nem más, mint a belső tó, ami itt látható, itt a fák mögött is, konkrétan, hát ez nem más, mint a belső tó, és ugye ott van szembe Tihany, tehát az ott szembe Tihany. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, és lehúzódok ide a belső tó partjára, és végül lezárom ezt a mai túrázásomat, illetve a videózást is, le fogom zárni hamarosan, szerintem még ebben a videóban le fogom zárni a mai kis túrámat. Hát összességében véve, ugye nekem ez már nem volt újdonság, hiszen már rengetegszer jártam itt Tihanyban, videóban is, meg videón kívül is. Már nagyon sokszor voltam itt az elmúlt 6 évben. Tehát nekem ez most nem volt újdonság egyáltalán. Hát tényleg egyáltalán nem volt nekem ez újdonság. Ez az egész, a mai kis túrám, hiszen ezt én már több alkalommal is bejártam ezt az útvonalat. Legutóbb 2022 novemberében jártam be ezt az útvonalat, amit most szintén bejártam, ebben meg az ezt megelőző videókban. Hát lányok és fiúk, most már csak annyi maradt vissza én részemről, hogy itt szépen lekanyarodjak jobbra a belső tóhoz, és lezárjam a mai kis túrámat tulajdonképpen, mert lezárom a mai kis túrámat, majd a belső tónál, és akkor így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát maga a táj az így néz ki, tehát maga a táj az ilyen, gyönyörű szép Tihany tavasszal, tehát Tihany tavasszal gyönyörű szép, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg nagyon szép ilyenkor Tihany, ilyenkor tényleg gyönyörű szép Tihany tavasszal, és akkor itt szépen le is ereszkedek ide a belső tóhoz, ami már itt van lent, tehát itt szépen le is ereszkedek a belső tó partjára, és lassacskán majd lezárom ezt a mai kis túrát, mai kis túrázásomat, lassacskán lezárom, illetve a videózást is erre a mai napra, hisz legalább 6 videó készült minimum, mióta elindultam innen reggel a belső tótól, hát valójában egy kisebb kört csináltam, tehát egy kisebb körtúrát csináltam én ezen a mai napon tulajdonképpen, mert tényleg egy kisebb körtúrát vittem végbe itt a Tihanyi félszigeten. Igaz, ez most a Tihanyi félszigetnek csak egy nagyon kis szeglete volt, amit bejártam, hiszen ugye a Tihanyi félszigetennél sokkal a több és nagyobb, mint amit én most bejártam, mert tényleg sokkal a több és nagyobb, de ugye egy nap alatt nem lehet bejárni a Tihanyi félszigetet, mert tényleg egy nap alatt ezt nem lehet bejárni konkrétan, hisz jó pár kilométer túra útvonal van itt a Tihanyi félszigeten, főleg ugye a tanösvény, ami ugye 14 km hosszú csak önmagába, maga a tanösvény, és akkor még nem beszéltem a zöld sávról, a sárga sávról, a sárga háromszögről, a zöld háromszögről, tehát vannak még bőven itt túraútvonalak, de mivel hogy már nem először járok itt, így hát nyilván minden egyes túraútvonalról itt a Tihanyi félszigeten nekem már van videóm, méghozzá régebről. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És most valójából meg is érkeztem ide a belső tó partjára tulajdonképpen, és valójában a mai kis túrámat szerintem itt fogom lezárni, és itt fogom megköszönni a figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan,
sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, és akkor lassacskán részemről jöjjön a elköszönés. Tehát lassacskán én részemről jöjjön majd a elköszönés tulajdonképpen. Így még utoljára megmutatom néktek, hogy hogy néz ki itt a táj. Tehát így néz ki a táj, hogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a táj, hogy ezt láthassátok ezen a felvételen. Ugye ott van Tihany, tehát ott van maga Tihanya a település. Tehát maga a település az ott látható szemben. Hát valójából visszaérkeztem ide a belső tó partjára tulajdonképpen, hiszen egy újabb kis körtúra van már mögöttem. Ugye reggel indultam el innen a belső tó partjáról, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor így néz ki maga a táj. Na, gyerekek, kicsit itt még előrébb ballagok, de kicsit még előrébb jövök, és akkor ténylegesen is lezárom ezt a mai kis túrámat, tehát most ténylegesen is lezárom ezt a mai kis túrámat, kicsit itt előrébb kúszok még, és akkor részemről jöjjön hát a elköszönés személyesen. Így videón keresztül. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában is, tartsatok velem legközelebb is, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz legközelebb, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, és ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz következő videó. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában is. Tartsatok velem legközelebb is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Tihanyból. Sziasztok! Sziasztok!